Jótékonysági estet rendeznek a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrök megsegítésére. Demeter György zenész és szervező a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Január 17-e lesz a koncert. Mit kell még tudni róla? Hú, hát ez egy nagyon klassz dolog lesz, mert hogy egy olyan összefogás jött létre, ami azt gondolom, hogy ennyi idő alatt nagyon ritkán szokott talpra állni. Mindenki első hívószóra jött, és segített, akár csak az új színház részéről, akár a kollégáim részéről. És hát az alapötlet az egy Zsaru barátomtól jött, aki felhívott telefonon az eseményeket követően, és azt mondta, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy összetartás est című koncertet a sérültek javára, ami természetesen a bevétel az övék lenne. De nem csak az, hogy a lényeg, ugye, hogy pénzt kapnak, majd a bevételt megkapják, hanem hogy a támogatásáról biztosítsa a közönség őket, hogy mennyire fontos az, hogy együtt éreznek velük. Hogy vannak most egyébként a sérült rendőrök? Én amit elmondhatok, meg amit el tudok mondani a dologról, én az egyikükkel találkoztam, úgy tudom, hogy van még egy vagy két műtét hátra az életükben. Fülsérülésük van, a Szabinának, azt hiszem, hogy elmondhatom talán a keresztnevét, vele személyesen találkoztam, és hát fantasztikus, mert egy ilyen dolgot túlélni, és ilyen vitalitással kezelni ezt az egész dolgot, ahogy ő hozzááll, az valami fantasztikus dolog, és alig várja, hogy szolgálatba álljon. Úgyhogy le a kalappal. Pedig ugye a kezdeti időszakban arról lehetett még sokat olvasni, hogy bár a fizikai sérülések is rettenetesek voltak, és életveszélyes állapotban volt ő, de a lelki része volt a dolognak a legnehezebb, és például ez a gondolat, hogy visszamenni szolgálatba. Igen, én őszintén szóval el sem tudom képzelni, valószínűleg valami egészen más foglalkozás után néznék, hogyha valami hasonló helyzetbe kerülnék, mert napi szinten kitéve ilyen és hasonló atrocitásnak azt gondolom, hogy ez borzasztó lehet. Úgyhogy én tényleg csodálom őket, valóban hősök. Hogy csöppent éppen ön ebbe a kezdeményezésbe? Hát, mint említettem, egy Zsaru barátom hívott föl telefonon, aki elég komoly szociális érzékenységről tesz, folyamatosan tanul bizonyságot, és ő mondta, hogy fussunk ennek a dolognak neki. Hát a BRFK ugye megadta azt a segítséget a két sérültnek, ami tőlük telik, amit ők megtehetnek. És azt gondoltuk, hogy a rendőr dolga az, hogy üldözze a bűnt, a művész dolga az, hogy segítsen, hogyha tud. És hát tényleg első szóra mindenki boldogan és örömmel jött. Viki Dágyul, a Varga Miki, Tóth Vera, Szolnoki Peti, a B52 zenekar, Bach Szilvia, és hát mi a Bulldozer zenekar. Úgyhogy egy pillanat alatt állt össze a dolog. Az új színház részéről fantasztikus hozzáállás van szintén, hogy felajánlották a helyet. Sőt, hát naponta csörög a telefonom, és a kollégáim hívnak, hogy ők is nagyon szívesen jönnének, de hát egyszerűen az idő olyan rövid, hogy ez a két órás műsorban körülbelül ez fér bele, amit elmondtam. Zeneileg hogy áll majd össze a műsor? Mindenki hozza azt, amit gondol, meg amit a legjobban szeretnek tőle a rajongói? Vagy van valami mindenki megkérdezi egyébként. Én azt gondolom, hogy igen, hát valószínűleg ugye Varga Mikit az Európával azonosítják, és akkor sorolhatnánk a többieket. Szolnoki Petit ugye a bombos lágerekkel. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy mindenki azt fogja elénekelni, ami leginkább rá jellemző. A jegyeket hol értékesítik? Sokan jönnek rendőrségi kör? Erről én nem tudok. Azt gondolom, hogy van egy csomó Facebookon, és nem tudom, mindenhol terjednek ezek a dolgok, hogy hol lehet hozzájutni, de amennyire tudom, a színház is árusítja, talán egy irodáknál van, körülbelül ennyit tudok a dologról. Ez a része nem az én feladatom. Családok ott lesznek, már mint az érintett család? Meg vannak hívva természetesen, és ott lesz a két sérült is. A segítség, amit nyújtani fognak, az milyen formát ölt majd? Mit lehet erről tudni? Mi lesz a számukra a legfontosabb? Azon kívül, amit már mondott. Én azt gondolom, hogy a lelki része. Szóval az mindenféleképpen fontos. Hát, hogyha azt érzik, hogy egy ország áll mellettük, mögöttük, az egy nagyon-nagyon nagy dolog. Amennyire tudom, egyébként a pénzzel támogatták már, azt hiszem, a
Terézvárosi önkormányzat is őket, úgyhogy hát próbálják ezeket a sebeket valamilyen szinten gyógyítani, de hát tudjuk, hogy nem a pénzzel lehet. Hangfelvétel fog készülni erről a koncertről? Kép és hangfelvétel is fog készülni, tudom ma. Ez megint nem az én a technikai részét, megint nem én szervezem, abszolút a művészeti részét kaptam meg, úgyhogy azért tudok csak erről így nyilatkozni, de úgy tudom, hogy 4 vagy 5 kamera jelen lesz, sőt, hát eddig minden média jelezte, hogy szeretne jelen lenni. Elég bulis zene lesz ez annak alapján, amit eddig hallottam. Egy színházi térben, ahol széksorokban ülnek az emberek, ez mennyire lazul majd fölvárhatóan az este folyamán? Hát nem tudom. Ez tényleg egy érdekes kérdés, de azt gondolom, hogy a rangját viszont azt fogja megadni, hogy ilyen színházi körülmények közé sikerült a dolgot tenni, mert nagyon fontos, hogy valóban olyan milliója legyen a dolognak, ami ehhez úgy gondolom, hogy illik. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad, tehát január 17-én lesz a koncert.